szegénységben vigyáztál-e ám? De most mi vigyázunk rá. Hoppá, hey! Ma reggel a felemet kidolgoztam. Hallom? Anyámnak születésnapja van. Nincs kérdés. Ki érdeke? Ki érdeke? Azt kérdezik, köszönts fel. Csak van kérdés, van majándékot neki venni, nem gondolod? Ó, hát nagyon sok pizek. Na, hogy nekem? Sajnálsz egy kis ajándékot az adnak. De nincsen pizem, nem fogod fel, agybeteg. Kérünk apá, aki biztos van. És majd visszaadjuk neki. Az ad nekünk szerinted? Az... Hogy ne adna már, mi ne adna? Jó, akkor befejeztem a munkát. Én már nem, így már mi meg mennyi mindent kihordtam. Ügyesen. Na. Menjél akkor, vagy én is menjél. Hát, csak te is gyere, te apád, nem az egyik. Akkor te kijedsz tűnye. Én, te kijedsz. Na jó, akkor mondja neki, hogy elmegyünk. Mindjárt jövünk. Mindjárt jövünk! Mindjárt jövünk! Csak el kell mennünk, majd jövünk! Ezek is felkelnek, és kis járt kihoztam már ide magamhoz. Kész, kiloptál a kanyádék mellé, jó tettem. Újra jöttem! Jöttünk! Na jó, nyugodt a reggeleket. Vittás vagyunk, jöttem, az te is vagy. Nagy a baj. Mi a baj? Szia! A reggel már dolgoztam magamat, anyósom még. Nagyon sokat dolgoztam, és az a helyzet, hogy születésnapja van, már tudtam. És nincs ez, tudom, kéne kis pénz, vegyek neki olyan díjat. Hát azt nekem is tudod, mennyi pénzem van amúgy, mint békán a tól. Adjátok ide, hogy 30 ezer. Ó, vagy 200 ezer, nem ha visszaadjuk. Nem, mit vegyek? Hogy nincsen pénzük, ha miért nyertitek? Csokoládét vegyek? Na. Hát vegyek egy csokoládét. Csokoládét. Úristen. Mit támadtam? Azt támadtam, híres festőművész vagyok. Sminkes. Úristen. Annak nekik az ajándék, akkor az azt akkor. Hát azért nekem valamit, akkor még nem is köszöntött éven. De miért? Magának izé, szülőnapi buli volt. Megtartva, mert szülőnapi buli volt. Emlékszik rá? Kis papám, gyere, gyere. Abban többen is benne volt. Nem sémel, hátba várjadek. Már levehettél az egész hátba. Mit jabálsz velem? Mert elegem vagy velegem van, már olyan, hogy már engem. Ez a vége, nincs pénzünk. Nincs pénz. Na, nincs. Még kenyére valók is alig van. Tényleg így van, meg a kis fogam, majd jön kifele, de meg koszolja. Meg nézek, a kis fogát, így van, meg így van, meg neki látom, már a kis fogát. De már ez kiszolja, már ez a izének lesz a legyen. A foga, ha? Ez a kárék. Ah, édes, édes, édes. Jöjjél le! Jöjjetek le! Mi rászottuk? Van, mert menjünk már! Kész éjszban, menjünk már! Már menni akarsz? Menjünk már! Jobban is teszed, amúgy menjünk, mert mit lajfrázik nekem? Menjünk szerintem. Jó, hát elmegyünk, mert emberek vagyunk. Nem tudod segíteni? Hát most nincs. Jó, nem baj. Nem baj, tényleg nem tudom segíteni. Ezt az álmomat meg kell valósítsam. Nagyon sok, nagyon gazdag voltam. Én voltam a szakember! Lehet, hogy sminkes vagyok, csak meg... Lehet, sminkes vagyok. Lehet, előző életemben sminkes voltam. Csak még nem jöttem rá a technikát. 30 ezer forintot akart volna ajándékra kenteni. Ami nem is azt mondta volna, hogy anyu, hogy 5-6 ezer forintot a kincsen. Darius kincse nem bírna ebben. Amit 30 ezer forint érveni, milyen ajándékot neki? Mindig meg anyá most jó elszalad vele alul. Anyáosom. Ára, Stefán, gyorsan kell nekem egy tanuló. Anya. Egy alap, gyorsan kell nekem, te, kifeshetlek. Gyorsan, hogy fesselek ki? Kell nekem egy alap, egy tanuló, akit ki tudok festeni. Jó van, csinálj, jó van.
De jó, ez az megengedte. Na most alkotok. Látszik, hogy bennem van a vérembe. Behozom a sminccucomat. Na most egy gyönyörű asszony fogok belőled alkotni. Hogy normálisan. Kidobja a táskámat. Megkeressük a hozzád való alapozót, így feküdj. Anya, így kérdjél. Ja. Nem dolgozok már ma. Mi? Ma nem dolgozok. Lusta vagy te? A gyomrom ilyen, mint egy teres asszony. Hát meg kell neked te is dolgozni. Gyere gyorsan, hoztunk nektek valami ízét. Hát. Valamit. Igen. Hát hallom, hogy születésnapod van. Hoztam neked ilyen ajándékot, Isten éltesse. Milyen fű van? Van a fülnapot. Ne. Arany fű van, most vettük neked a bankul. Igen. Most de vettük, nagyon drága fűzét vettük neked. Pont ilyet szerettem. Ásérnek is. Álmodva mit álmodtam, hogy kell csinálni. Örjön. Ásérnek is, hogy hozzád választott alapozót keresünk, mivel neked ilyen a bőrszíned, neked ez illik, tudod. Kikorrát törözzük a szemed. Haj, de vártam már ezt a pillanatot, hogy alkossak. Hát a szemöldököd eléggé csúnyácska, de most azzal most nem fogunk foglalkozni, már ki kéne szedni. Itten eltüntessük a hibákat, ne látszódjon egy hiba se. Hát az orroddal lenne mit kezdeni, ráférne egy plasztikai műtét. Olyan orrod van, mint a kalapács. De megoldjuk ezt is, lekisebbítem az orrodat. Vendég ilyenkor nem mozog, mikor sminkelik. Tudhatnád már. Volna nagyon szép. Hát lehet, látod. És megint így meg szétveri a mellkasomat. Mi van veled? Ne haldokolj már állandóan. Már harmadjára itt tör. Rakd bele a füledbe. Használd egészséggel. Nem azt mondod? De. Már megint akartál itt. Igen. Használd egészséggel. Ezt úgy gondoltuk, hogy megvesszük teker ezt a nagy ajándékot, már számítottunk rá. El volt rakatva, vártak minket. Igen, azért. Csak nem hát, már eddig tudtam dolgozni is, mert már elfáradtam. Majd jövök még. Segítsen meg, nem tudom. Itt egyet. Szemedet is ki kell. Mondjatok meg csukit. Milyen csukiról beszélsz te? Örül, hogy a kezem alatt vagy. Nem, nem, nem. Fogadójá vissza, ne mozgolódjál, nem. Mit képzelsz? Nem, ott egy válaszkart. És na, ezzel legyél elfoglalva. Jó, most ugyebár nincsenek sminkes cuccaim. De egyelőre ez megteszi. Nem húzó ki ámán te egy csökönyös tök. Na segítsél neki bele rakni. Aztán már ezt már ki volt mízle szépen ez a fűbe valahol. Már igen, már vagy 3 éve. Már igen, már megnéztük. Jó, ma rak bele a tükörből. Azt akkor izéni, hát dolgoztok már? Nem, nem. Jó van, gyertek, ne! Csinálunk egy kávét, egy kis kaját, az asszonyban beszélgetünk, minden várunk benneteket, szeretettel! Szemőrököd van, hát az nem a legszebb, de nem baj. Szempillát úgy látom, nem kell neki rakni, mert eléggé hosszúká a szempillája van. Majd egy kis szempillaspirál ráfér majd neki, egy kis szép, és kiemeljük a kis személynek az alakját. Hát a bajusz az most itt nem számít. Mindegy.
szállt. Úristen. Nem, hogyan. Úristen, minden nő ilyen szállt, akkor milyen szállt van neked? Hát el van töltve. Na, mondtam, hogy nem kell dögni, hamburgert akarunk, hamburgert. Ugye hát születésnapja igen. van, meg kell hívni üdítőkre, kávékra, mindenre. Na hát köszönöm szépen a meghívást, akkor majd délután. Várunk benneteket! Jó, van. Sziasztok! Gyere, elkozunk. Sziasztok! Hello. Köszönöm még egyszer! Nincs mi! És készült a műalkotásom, és most lefogjuk. Megfesteni a hajadat. De egyenlőre azon dolgoztam, hogy még nem igazából, már még csak tanuló vagyok, vagyis festőművész, vagy pink festőművész leszek. De és bennem van a véremben. Na mindegy, hajkrétával fogjuk befesteni a hajadat. Igaz, ezt ki lehet mosni, de közelebb már 10 évvel fogom neked csinálni. Be fogom festeni a hajadat. Éhes vagyok. Jó, jó, mindjárt eszel. Ez egy műalkotásom. Ki kéne téged rakni szobornak? Ez az. Jaj, te szexi vagy. Simán megállapod műnek a helyedet. Hú, mennyi kapód lenne. Igaz, hogy nő vagy. Hát már bánhatod, nem nőnek születtél. Kicsit az a Ja. És vagyok el. És vagyok. Na, hogy száradás. Nem kell most az másik. Tértem a kékhez, te leszel a kék szokáló hercegem. Szép herceg zsüzsör. Itt is befesszük élni. Jó van, műalkotásom készen is lett. Majd fel kell csinálnom egy képet. De most megyek, megmosom a kezemet, mert már eléggé piszkos. Én 30.000 forintokat adjak. Hát mi vagyok én, bankáros? Bankáros vagyok én? Mi van? Hát mit képzel, hogy mindig ideges vagyok. Balazs, azt egy felháborító, felszerelem a kalapácsomat, hogy merre vagy, hova tette? Nem dobált az ilyen ez a cselekbe, ló? Megvárom a sifont szegár urakiben, mindig árban nyílik az ajta. De szinti mióta szokott kalapácsolni? De nem pakolászik, mindig azt ide teszi, azt oda teszi, azt elveszi. Honva már a fiad? Na, én már gyakran megmosom a kezemet. Szinti azt, hogy a posod nem tetted el a kalapácsát? Nem, hát honnan tudjam én, hogy a posnak honvan a kalapács? Hát én nem vagyok kalapács felelős. Ja, azt tudjuk, de semmi nem vagyom. Stefan! Miért nem hívom már ki fel velekem is dolgom? Annyi dolgom, amit a vadállam. Amúgy úgy szóltad, elhánysz valamit, most másnak a nyakán kezdőd a dolgokat. Stefan! Á, de búzasztal az a gyerekte. Süttem ki ennek a zsírnak valahogy is van. Majd kikészítettem oda tepes. Stefan! Jó, van, Isten már kezdődött. Nagyon sárgányos. És megyünk ki komolyan. Hát ki van a kisát túl? Ez be van hibernálva, keresem? Hát, hogy ennyire melaludtattam a gyerekkel. Melaludtattam, akkor nekem, hogy rendeztek én nekem meglepett lépulni. Hát, mondom, nem te rendezted, hanem a lányok csinálták. Hát, csinálták. De én úr, soha nem emlékeznének, hogyha rajta volna. Na. De meg van itt, hogy gyerekkel. Gyerekkel,
Szeretett a Barbie mindenkit! Ki vagy te, fiú vagy te gyár? Mi van alkotásom? És akkor a békén mit beszéltek? Te most a te kiszintén! Igen, spiket tényleg! Szereted amúgy világ életekben, hogy így? Most láttál velem! Te csináltad? Te csináltad ezt veled? Menj el most, te hagyja fádat, azt a Barbie mindenedet azt a! Hát mit legyen, divatok kizsávánt ebbe ide neked? Mi csináltál velem, hogy te? Ő csinálta velem. Azt a kirak, hogy nem áll rosszul a hajad. Nem áll rosszul. Igen, csak szép, ne lenne belőle, csinálj csak egy ilyet. De te miért festetted ki? Te miért festetted ki? Ki gúnyált a gyereket, he? Ha miért gúnyálod ki egy gyereket? Minek lehetett szintén kifesteni? Ah, mert azt magad, hogy csinál vagy? Csikesz leszel, csikesz! Én nem hittem azt a gondolatokat, mert vége van. Vannak ezek a ráják, tudod azok, ilyen van ráják. Azt aztán mondtam, hogy nem tudok a fejemre rája helyét, azt nap úgy megyom itt a fejjel. Jaj, te játszagom már a bakon! Van a rája, azt megy, azt csak ott apulnak meg a fejjel. Úgy nézel ki, mint egy hullámos papagán. Láttam, ott ülök rajtatok. Papagájú, menj egy üröltjén! Papagájú! Anyós, most számottam, sminkes vagyok, egy igazi hollywoodi sminkes festőművész. Most ez az alanyod? És megképzelted, hogy Picasso vagy. Így igaz, de ezt már fogom anyuba hallni. Bőtörött vagy el, vagy ötös? Hát ne csinálj már belőle, de kisebb csinált, azért. Nem csinálsz el, igen. Miért magad a gyakorolgató? Hát te vagy a nő. Én tudom magam, de hát a sminkiseknek kellett tanuló egy alap... ...vámú, aki festhet a dolgba. Nem megyek a dolgba, nem sütöm a zsírnak valahol. Hát én azt nem szeretem a bósa zsírnak valahol. Hát akkor egy húsztok. Mert a fülbe van a humban. Na biztos, itt van a fülembe. Hát hol van a humban? Nem láttad, Szinti? Nem, anyós, hát én most jöttem ki. Ide tettem a fülbe valamnak a gyűrűt, a gyűrű ott van a fülbe valam nincsen meg. Na, akkor most mondjuk miért keresed én rajta? Borra tetted, akkor ott kék lenni, nem? Hát ez egy kaszott még itt a hangyira. Biztos tetted a fülembe benne, nem? Hát izé, már még nem is jöttem ki szinte a konyhába. Stefán, most jött ki, a pomos volt itt, egyedül ki volt még itt? Nem az ágyba hagytad el? Biztos, hogy alvászol? Nem, mit hagytam az este? Ide tettem, emlékszek rá, nem vagyok bolond. Akkor de ezek tényleg most jöttek neki. Akkor hol van? Ne sunyogodjál! Miért? Na ki az te? Minek nézel? Nem ügyel itt egy csúnyi bazálomba. Hát hallgass meg, te jól tudod. Nem volt a karmukának fennébe. Nem, minek néztek ti? Te egy zsájjál már le magaddal most már. De pedig én emlékszek, az estére leraktam még. Mentem vele, vizénel még mosogattunk, ide leraktam, azóta én nem nyúltam hozzá. Na jó, a gyereke, ki te zsinyom, te ennyi már. Én tudom, ki volt! Na. Na. A koboldok. Koboldok? Eljöttek, azt elvitték anyósnak az aranyát. Aranykereső! Most mondtál, hogy vannak koboldok. Hát anyós, minden van. Lehet, hogy a koboldok, ha most a pap vagy a stápám, vagy nem tudom. Kislányom, ebben leemelhetnél ennyi egyszer rendőrnek is. Hello, az este raktam le. Az este még az, hogy te nem voltál már még kint, az egy dolog. De az este még kint jártál, hogy mindenek, nem tetek. Rám akarja anyós, hogy hát nem fogom rá, csak azt mondtad, hogy nekem nem kell anyósnak az aranya, hát én nekem bent van. Hú? A szekrényembe, aranyfűbe valamiban, nekem is. Ha nem a pósék, csak én. Hát én is azt szeretném tudni. Hát hogyan letettél valamit? Nincs ilyen a mikró háta mögött. Hát nézd már meg, nem esett tudod? Nézd már meg. Felisváltak. Stefan! Ja, megfülöttél papagáj! Hol tettem a fűbólomat, meg a gyűrűmet az este, amikor... Le most a remek művemet is tettem. Koslapokat. Képet nem tudtam róla csinálni. Le tettem el, hogy kudol valamibe? Micsodát? A fűbólomat! Adjál már inkább a poroncságokkal, no! Kérlek elég a fűbólomat.
Szóval még számolni. Hát, arad fölbe való volt. Hát biztos elrakták. Valaki ellopta. Ki lopta volna? Tiszta barbi színű vagy, nem látod? Tiszta barbi vagy. Oldalvájzes van. Itt az oldalvájzes, hogy tiszta barbi kinézeted van. Hát én nem igazítod le magadat. Úgy nézel ki, mint egy csicsi. De azzal foglalkozzál már. Mi az oldalvájz? Hát nincs ezek a fülbe való, mert miért itt nem megy? Nem látod, hogy néz ki, mint egy papagaj. Hát ez elég bor. Úgy gyengédő csirát csináljuk a szinti belőle. Az is Picasso, papagáj, hát már nem tudom, hogy anyagában. Olyan mélyen alszol, mint a mormotát. Á, te értitek? Mi szóra? Most már tud valamit. Látom a szemébe. Akkor eszembe jutott. Eszembe jutott. Eszembe jutott. Hova tesz? Jobban ismerem Mányos, mint a fogsz. Jó, hát erre próbálom a 40 évvel. Miki meg emi a fogsz? Csak milyen? Ha eredjél, mert a fiak tűzik. Én azt láttuk volna, nem? Hát láttak be, hogy oda megy, azt tűzik. Miért ezt el tudtál tűzni? A fümömet, a sprayemet, ruhám. Akkor ezt a kis aranyfümöt adoknak tudják már elni. Azt nem elnézik. Nem elnézik, elért nem csinál. Pénz meg az enyém. De én csak az anyja vagyok. Az anyjától nem csinál az én aljas munkát. Azt nem elnék. Akkor elvittem a gyűrűt, nem? Hogy bárt neki fosta rendemet? Mindig az ellopagolt! Hogy ide jött a hajadról? Hát, hogy lejött. De nem igazi testék van! Menjünk már ne arra egy kicsit, hogy nézzek már arra. Hát, ezt mondtam, hogy látta a kerítések, hogy egy szakadban. Vigyázz meg, megloptam el a fűbe valahogy. Amúgy is menni akartam arra. Hát, hogy lehet lerakták véletlenül, hogy vagy már lepövitték az állóba. Elkérni vigyél a penibe. Most már tudod, hogy ilyetek, slágergyáros, ha lesz az újnak a slágergyáros. Jó. A slágergyáros. Induljunk akkor, gyere! Jöztök velünk? Menjünk, Stefan! Majd eldöntik, addig menjünk! Hogy menjünk, addig, hogy eldöntik! Majd kivennek utána, kutatok! Majd eldöntsük, hogy ott lesztek! Hogy hát jó, most ez tud mondani el! Na jöztök, majd eldöntsük, szinti utat! Stefan, menjünk, majd nem menjünk! Menjünk, Ali, majd nem menjünk! Hát el vagyunk, felüldek! Jó van! Bevásárolunk! Jó, de elmenni, gyertek még számolok, azért kimentél. Hát, én számolok veled! Mondtam, hogy mondom, hogy mondom. Papá, papá! Nagyon éhes vagyok, jár most úgy eszembe. Ne, igen, nem látszik meg rajta, hogy éhes. Apa, sem. Ott nem látszik, hogy te is eszel. Hát, hogy mindjárt, hogy kihovatta a zsírnak, valahol sütöm a tepertét. Nem ide kezdem, hogy megyetek, készüljétek. Jó, van, veszek, nem. Hát nem várok én ülök, Stefánék. Mindig elvallott. Ide jönnek, nem jönnek, alszik a papagáj, feküdjön le. Hogy kifestett az a cselét, hát annyira aludt, nem vette észre. Meg már ne tokkod. Na. Nem valakozok semmire, csak egymásot. Az is olyan bolond, egyik bolondabb, mint a másik. Már ő azt álmodta, hogy üres sminkestő. Jó, néznék már ki, azt álmodnám, gyilkos vagyok, ott mennék gyilkolódni. Hát, minimum. Én még azt elmondom, hogy alkoholista vagyok, azt minden nap is. Ó, mert te nem is az vagy, mi? Ahhoz nem kell álmodni, valóságos vagyok vagy. Na, hát mindegy, kitalálja te imád. Maradjunk már, mert nagyon ideges vagyok. Ja, majd lakóterületen megyek, vagy 200-on. Hát, ha megy meg bírságolnak is. Azt én nem mondtam, hogy menjél annyival. Hát te mit csinál? Mit csinálnám? Agyon ütél minket, mit csinálnám? Szeret a hideg? Ne, ne. Mohákkal mindennel tett. Hát takaríts ki. Hát ne, labda, ne. Fent egy labdázzál. Négy meg dugott van. Négy meg teli van az egész hideg. Aztán most olyan. Most. Na, ne, te nem! Ne! Mi van? Te gyerekedje meg fel a bámazat. Hát látod, hogy csinálj? Te! Nem, hát csak illő, hogy én is tudtam fogadni, nem? Hát, mondom, hát most nem hallod, hogy mondom, gyertek be.
Halló! Minek átállod a te? Olyan nagy karomban. Hát látod, hogy csinálja a csatornát, ha látsz. Hát csak megnézem, mit csináltam. Hát nézem, mit csináltam. Ez az idiótodát. Esika, tessen, mit csinálj? Sziasztok! Nem kell nekem mikrofon. Hozzá neki, mosogatta a szert, fakanalat, plétcsapot, mindent. Még hogy leöntsötte magát ez az videó talál a csatornára, lássuk egy videót. Direkt csinálta az amúgy azt. Ja, hogy direkt csinálta. Miért jöttél oda? Egyetek ilyen. Ha már ott állt a létrán. Mit érdekel? Ott állt a létrán. Tiszta víz van. Mi újság, mit csináltok? Mit csinálunk? Mit takarítok, nem láttad? Hát mit csináltam volna? Látod, milyen szíves vendéglátásban vagyunk. Mi ez a legfogadtatás? Hozzáletek vagyok? Nézd meg, ne! Anyósomnál dolgoztam. Beszavartam a csatorna takarítást. Hát tele volt. Délelőtt nála dolgoztam, segítettem neki. Úgy így, hát csináljuk. Jaj, Isten éltessen! Ja, tényleg, Isten éltessen, ne hát ezt mondjuk. Már is feledkeztem a szüvenős napon. Hát, ajándékot nem mosztatok neki, hogy van? Hát nem tudtuk, hogy itt lesz. A drága anyósomnak nem mosztok! Hát én meg kaptam én egy nagyon szépet a fiútól. Na, tényleg. Látod, mit vettem neki, a bok? Pont ilyet szeretem. 3,5 évet néztem ki neki. Igen. Az a fűbevaló, az nagyon hasonlít az enyémre. Megmernénk esküdni, hogy az a fűbevaló a fülibe az enyém. Ellopta tőlem és megtette. Milyen régen néztem? Mondom, ekkor azt mondom, megkapja tőlem ezt. Igen. 3-4 éve néztem. 3-4 éve néztem. Ah, hogy nem? Nézd már meg még egyszer, Nászika, ne haragudj már. Nézd már meg. Nagyon szép. Jó, de szép még a munká is. Az enyémnek. Mint az enyémnek. Az az egy fűbevaló, fogadjuk, hogy te loptad el már a fűbevalómat. Az egy fűbevaló, mert a fűbevaló. Nem igaz! Nem igaz! Te voltál! Milyen ajándékot hoztál ide nekem, fiam? Hazudik, ha hiszel egy jönsasszonynak? Elloptátok a fűbevalómat! Elloptátok a fűbevalómat! Hát te is kell, hát ugye megint! Nem vagyok, én a négyre látom újra! Elloptad az egyet! Többet nem fogok bejönni hozzátok! Hát jaj, köszönöm, hogy visszaadod a fűbevalómat! Visszaadod? Nem is a tiéd! Ez nem az enyém. Nem! Hát megismered! Már mindennek a tetejére. Megismered, mert most mondja, hogy tetőlet kapta, akkor hát hozzám dolt neked! Vettük a bótból! Bótból vettük! Sorozott gyártás 20 van belőle! Hát maga szerint csak egy fontos kutya van a fő, hogy? Egy fontos? Ez az enyém! Nem fontos fontos? Ránézésből érzem, hogy az enyém, az én fiatal. Biztos, hogy nem a magáért. Nem érdekel? Nem, ezért, ami rengémet megloptál, elloptad a fűbevalómat, nem állok vele egy szóba. Verd meg! Menjünk, állják fel, én menjünk oda fele. Én kellemetlen helyzetbe hoztatok gyerekeket. Mik itt érdekeltek? Menjetek el mindegyikőkök! Kicsi labda szedem dolgokat! Nehogy ők! Meg egyszer tenni egy húzába lábodat! Menjél csak! Viszont a húzat! Mit csinálsz? Nem megyek el! A vizemet is megiszunk! Darabát te meg még látottam el enni inni! Jó megcsináltad! Te ölteted volt te! Azért ötletem, te loptad el! Te kékszemű vró sárkány! Jó, van izé, Mowgli, te loptad el! Ne, ne beszéljél vissza! Ki mondta, hogy lopd el? Meg Mike Kramersnek! Meg Kenlek! Ne kiabáljál én vele! Elegem van, meg velegem van! Nehogy ide jöjjenek még egyszer, mert felmászukodok fenkítve! Ez tiszta szígye, hogy egyik nem lehet rád bízni, hogy egy kis ajándékot csináljál! Van pénzed? Van? Jobb lett volna tényleg egy bombot, ezt odaadtuk volna neki! Mi? Azt a bombon! Mi? Hát te nincs becsomagolva, agybeteg! Mert adjunk fülbe való bevócsomagolva egy rosszabbul jártunk. Igen? Igen. Tudod mit? Innestől kezdve soha nem fogok venni ajándékot senkinek, se neked sem fogok venni ajándékot. Nem is kell az ajándék. És tudom, mit fogok venni neked ajándékot? Ezt! Ádám, aki itt ez a fényelnőség, már itt valaki, tátod? Én se látok, ne félsz, melyik se nyafogok. Hát nem látom, hogy látok, melyik se nyafogok. Látod? Látod még az embereket? Hát én nekem az eszemet akarták volna kijátszani. Nem tudom, hogy mehet az ilyesmit csinálni. Hát, jön egy busz. Látom, hogy jön egy busz, majd mi elmegy. Nehogy menjél már szembe vele.
akkor hátulról menjek. Na, megállom. De miért kell így süssön ennyire a napnak? Beszéljél izével, Szent Péterre. Hogy tegyék fel neked egy függőt. Ez már egy jel. Ez már egy jel, hogy ennyire világítanak. A szemedet kiégetik. Nem tudom, ezt tudom bedolgozni, ezt a rohadt bradjénket. Ez már egy jel, égi jel. Hogy mert ez ilyen, mit csinál? Így lenyúlni az anyját. Na, de visszaadta. Vissza. De nem baj. Lesz ennek még hátul zengelje. Nyugodt legyél, most én is csinálok olyat, Nefi, hogy még magam is megbánom ezt a testet. Én is elhúzok már a feleségítő valamit. Most már nagyon elegem van. Várjál csak. Itt ez az órom. Már nagyon nagy baj lesz még bánom. Jobb, ha kimész te is, azt csináld az autót. Jobban járni, te. Hogy lehettél ilyen szerencsétlen vad barom? Miért? Pont azt loptad el. Hát mit lopjak el? Hát ott volt a pénz mellette. Akkor miért nem a pénzt loptad el? Azért, mert megbüntettem őket. Ja, letagadták, még kenyire való semmi sincs. Láttam a mikron, ott vannak a zsetonok, ott vannak a pénzek. Én meg már egyből jöttem. Robd el keményen. Na mondom, elrapom. De legalább azt loptad volna el a pénzt. De miért? Mert abból vettük volna. 500 forintért vagy mennyi volt ott? Mennyi pénz volt ott? Hát nem honnan tudja? Nem is számoltam, csak láttam pénzeket, ott vannak, feküdnek. De ha vettél volna abból ajándékot, akkor nem tudták volna, hogy mi lopjuk el. És mi loptuk el, mert ajándékot vettünk volna, ami neki nincsen. De megismerte a fülbe valahogyát. Mert neked olyan jó ötleteid vannak, ugye? Igen. Úgy oljuk be a hang a fejed, mint a gyertyaláng. Hát, mert növeszteni kell, össze kell kötni, hogy nőjön. Még egyszer. Megkennek? Megmájkrémezlek? Addig-addig csinálod velem? Felmérgesedek? Tudod, ki vagyok én? Mogli. Nem megyek kiszerelni. Menjél is. Ki kell takarítani. Nem takarítunk a csatornát. Elfogulászni, tengervizek jönnek. Nem csak én házad el, hogy te is itt laksz. Az egész házadot elviszi a sodrás. Jó, teszi. Már nem érdekel semmit. Nem takarítok, semmit nem csinálok. Én sem csinálok semmit, sem már ma nem folyzok a gyomrodba semmit. Egy falatot se. Majd eszed a levegőket. Terítsd már magaddal. Ennyi nincs rád bízva. Olyan szígyen teszek rád, Nefi, hogy megemlegeted még világéletedben, Nefi, te piskos csicsikölyök. Ha igyekezzünk még ezek a hiányzik, hogy még hazajöjjenek itt nekem. Igen. Szép vagy, Liba. Ebből azt lesz, Liba, sőt, Nefi. Ebből nem jön. Álljál az itt meg, hogy híjessünk akkor. Jaj.
Te nem kellett! Jó, azért nem halt. Már meg. Én nem megeszi. Ezt mondtam én. Megmondtam, hogy megbosszulok, de kegyetlenül. Ez igen, ebből lesz kaja. Ez a liba nem labdaszedét. Ebből nem. Nem, mert már sütöm olyan, te fertőt. Jó, de a lakó mindjárt ültetni. Hát persze, te meg már. Köszönjük be előle. Leveseket, mindeneket. De jó, kósom van én nekem. Hozz ide nagy húsokat. Ha várjál még ez semmi, lesz még ez még furcsaságom. Jó, nem volt. Hát van nekem az a húsokat. Stefánok, amit így jól megállítja. Na, mit igaz? Az vagy játszik. Íz a meseid. Ezt mondom én neki. Mindjárt bontok egy jó üveg bort fel. Ha nem, gondolom nem probléma. Á, rendesen olyan, mint a disznót rosszom valamit. Ó, kemény, kemény munka. Hát az. Kemény. Nem könnyű, ám ezt megkukoztani. Ó, szinte szív kaptam, mint nem tudom, mit ezt a kacsát. Mi az már? Liba. Malac? Malac? Vagy na? Liba. Liba vagy malac? Liba. Azok vagytok ti kis falak. Amúgy is jön nem soká Márton napja, Liba kell lenni. Már az jutott eszembe, hogy már malacot is kellene vágni. Hát, azt nem bírom elhagyni. De a nagyobb, már hány literes ez a fogyasztóvevő? Mit beszél a poszt? 200. Mit beszél a poszt? Hát, hogyha megtesszük a fogyasztóvevő, akkor már nem tudunk több pultba tenni. Nem. Akkor mennyi volt? Akkor ki kell üríteni. Apos felvágna a hátára, a malacot hozná is elfele. Feltenni oda a biciklire. Nagyon sok volt a szenvedés, nagyon sok volt a könnyezés, szegénység tombolt is bánatos. A szegény anyám bánatos, mit tegyem a családom?
rá. Anyám, anyám, drága anyám, köszönjük, hogy vigyáztál rám, de most mi vigyázunk rá. Anyám, anyám, drága anyám, a szegénységben vigyáztál rám, de most mi vigyázunk rá.